A keleti lakótelep bontási munkálatai a Tüzér, a Gerlicki Mihály, a Mandlik Márton, a Csáki István és a Tarcsolyi István utcán valósultak meg. A gyakran már életveszélyessé vált komfort nélküli romos épületekből a lakók önállóan, valamint az önkormányzat segítségével tudtak elköltözni. Olyan programot indítottunk először is, hogy tudjuk elhelyezni az ott élőket. Aztán megvizsgáltuk, hogy mit lehet kezdeni ezekkel az épületekkel. Mindenféle vizsgálat azt mutatta, hogy egyetlen egy megoldásra le kell bontani őket. Tehát ezeknek a felújítása már nem értelmezhető. Ezért az önkormányzat 2020. 3. hó 4-e és 2021. 10. hó 15-e között saját költségből finanszírozva 121 millió forint összköltséggel ezeket a komfortnök épületeket elbontotta. Mintegy 27 darab négy lakásos lakótömb volt található a telepen, melyeket a másfél év alatt három ütemben bontottak el, tette hozzá a polgármester. A szakaszos bontási program előfeltétele volt, hogy az ott élőket megfelelő körülmények között tudják elhelyezni a város több pontján. A munkaterület átadását megelőzően az egykori lakók megújult, komfortos lakásokba költözhettek. A lakosok sokkal jobban partnerek voltak a költözésben, mint ahogyan azt egyébként a közvélemény gondolja, hiszen ők szeretnének kimászni abból a gödörből, amiben benne vannak, éppen ezért aktív szerepet vállaltak a több éves folyamatban. Ezt már Jászai Menyhért, a polgármester mondta, a városházán rendezett sajtótájékoztatón. Hozzátette, az ott lakók kevesebb, mint fele költözött a Huszár lakótelepre, többen integrált környezetben található önkormányzati bérlakásokba kerültek, és mintegy harmaduk saját maga oldotta meg a további lakhatását. Ezekből a telepekből pedig van út kifelé, ami a társadalmi integrációt is megkönnyíti, tette hozzá az alpolgármester. Itt gyakorlatilag egy bő 10 éves munka, egy nagyon-nagyon fontos állomásához érkeztünk, amikor én azt gondolom, hogy nyíregyháziaknak nem kell bemutatni azt, és nem kell ecsetelni, aki elment az Orosi út mellett, hogy milyen méltatlan lakhatási körülmények között éltek emberek tucatjai, százai. Én azt gondolom, hogy a társadalmi integrációról beszélünk, és hát nyilván most a fő téma ez, ahogy eltűnt ez a telep, tehát nincs ott ez a rossz lakhatási körülmények eltűntek. Ha integrációról beszélünk, akkor mindenképpen elsőjén a lakhatást említeném meg, miért a lakhatási körülmények nélkül nem lehet integrációról beszélni. A másik a munkahelyteremtés. És itt kapcsolódnék a gazdaságfejlesztéshez, ez megint egy külön, nem is egy sajtótájékoztatónak a témája, hogy munkahelyek kellenek Nyíregyházán, hogy aki tud és képes arra, hogy dolgozzon, akkor dolgozzon, és ezzel párhuzamosan pedig a képzések, oktatás, szocializáció. Tehát nem csak lakásokat újítottunk fel, hanem mind ezen célkűzések mellett olyan programokat valósítottunk meg, ami az ott élőket hozzásegít az integrációhoz. A bontást megelőző beruházások keretében összesen 186 lakás újult meg, ezek közül 77 lakás külső és belső felújításon esett át, 109 pedig külsőleg újult meg, hőszigeteléssel és tetőcserével. A sajtótájékoztatón elhangzott, a keleti lakótelep elbontásával így létrejött egy fejlesztési terület, amelyet a város hosszú távú érdekeit figyelembe véve alakítanak majd ki.